Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Az Atya, a Fiú és Szentlélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek. És veletekben. Örvendezve örvendek az Úrban, és lelkem újjong az én Istenemben, mert az üdvösség ruhájába öltöztetett engem, és az igazság palástját terítette rám, mint mennyasszonyra, aki ékszerekkel díszíti magát. Szent misét, boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatásáról imádkozzuk, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, bánjuk meg bűneinket. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem azért a boldogságos mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, zenünkhöz. Irgalmazzon nektek a mindenható Isten, bocsássa meg bűneiteket, és vezessen el az örök életre. Uram, irgalmazz! Krisztus, kegyelmez! Uram, irgalmazz! Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jó akaratú embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged. Hálát adunk neked nagy dicsőségedért, Urunk és Istenünk, mennyei Király, mindenható Atya Isten, Urunk Jézus Krisztus, egyszülött Fiú, Urunk és Istenünk, Isten báránya, az Atyának fia. Te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk, Te elveszed a világ bűneit, hallgasd meg könyörgésünket, Te az Atya jobbján ülsz, irgalmazz nekünk. Mert egyedül Te vagy a Szent, Te vagy az Úr, Te vagy az egyetlen fölség, Jézus Krisztus, a Szent Lélekkel együtt, az Atya Isten dicsőségében. Amen. Könyörögjünk! Istenünk, Te méltó hajlékot készítettél fiadnak a boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatásában, amikor őt fiat halálának érdeméért eleve megóvtad minden bűntől. Szűz Mária közben járására engedd, hogy mi is tiszta lélekkel jutsunk el hozzád, a mi Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, ki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben Isten,
mindörökkön, örökké. Amen. Olvasmány a Teremtés könyvéből. Az ember és felesége a bűn elkövetése után elrejtőztek az Édenkert fái közé. De az Úristen hívta az embert, és így szólt hozzá, hol vagy? Ő így válaszolt, hallottam lépteidet a kertben, és féltem, mert mezítelen vagyok, tehát elrejtőztem. Isten így szólt, ki adta tudtodra, hogy mezítelen vagy? Talán ettél a fáról, amelyről megtiltottam, hogy egyél? Az ember így válaszolt, az asszony, akit mellém rendeltél, ő adott nekem a fáról, azért ettem. Az Úristen megkérdezte az asszonyt, mit tettél? Az asszony így felelt, a kígyó vezetett félre, azért ettem. Az Úristen így szólt a kígyóhoz. Mivel ezt tetted, átkozott leszel minden állat, s a mező minden vadja között. Hasadon csúszol, és a föld porát eszed, életed minden napján. Ellenkezést vetek közéd és az asszony közé, a te ivadékod és az ő ivadéka közé. Az széttiporja fejedet, te pedig a sarkát mordosod. Az ember Évának nevezte feleségét, mert ő lett minden élő szülő anyja. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Énekeljetek az Úrnak új éneket. Énekeljetek az Úrnak új éneket. Zengjetek az Úrnak új éneket, csodálatra méltó, amit művelt, diadalt aratott jobbjával, győzelmet szentséges karjával. Énekeljetek az Úrnak új éneket. Az Úr megmutatta szabadító erejét, igazságosságát feltárta a népek előtt. Emlékezetébe idézte jóságát és hűségét Izrael népe iránt. Énekeljetek az Úrnak új éneket. Szent Lecke Szent Pál apostol efezusiakhoz írt leveléből. Áldott legyen az Isten Urunk Jézus Krisztus Atya, aki lelkének minden mennyei áldásával megáldott minket Krisztus által. Ő benne választott ki minket a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk színe előtt. Szeretetből eleve arra rendelt minket, hogy akaratának tetszése szerint Jézus Krisztus által fogadott fiakká legyünk, és magasztaljuk fölséges kegyelmét, amellyel szeretett fiában jóságosan megajándékozott minket. Benne nyertük el mi is a megváltást, az örökséget, annak rendelése szerint, aki mindent szabad elhatározásából tesz. Szolgáljunk hát fölsége dicsőségére, mi, akik már korábban is Krisztusba vetettük reményünket. Ez az Isten igéje. Alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldottabb vagy te minden asszonynál. Alleluja, alleluja. Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és így szólt, üdvözlégy kegyelemmel teljes, az Úr veled van. Áldottabb vagy te minden asszonynál. Ennek hallatára Mária zavarba jött és gondolkodóba esett, miféle köszöntés ez. Az angyal azonban folytatta, ne félj Mária, hisz kegyelmet találtál Istennél. Mert íme gyermeket fogansz méhedben és fiút szülsz, és Jézusnak fogod őt nevezni. Nagy lesz ő, a magasságbeli fiának fogják hívni, az Úristen neki adja, atyának Dávidnak trónját. Uralkodni fog Jákob házán mindörökké, és uralmának soha nem lesz vége.
Mária ekkor megkérdezte az angyalt: hogyan történhet meg ez, amikor én férfit nem ismerek? Az angyal ezt válaszolta neki: a Szent Lélek száll le rád, s a magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért szent lesz az, aki tőled születik. Isten fiának fogják őt hívni, lásd rokonod Erzsébet is, gyermeket fogant törekségében, sőt már a 6. hónapban van, bár magtalannak tartják az emberek. Istennél semmi sem lehetetlen. Erre Mária így szólt: íme az Úr szolgáló leánya, történjék velem szavaid szerint. Ezután az angyal eltávozott. Ezek az evangélium igéi. Kedves katolikus hívek, Éva annak idején, ahogy a Teremtés könyvéből hallottuk, tevékeny részese volt a bűnbeesésnek, mégis minden élő anyjának nevezi a Szentírás. A tőle való élet azonban nélkülözi Istennek a tetszését, mert egy elrontott kapcsolatot jelöl, olyat, amely magában hordozza a szembefordulást a Teremtővel. A mennyei Atya világot teremtő szeretetével és általános üdvözítő akaratával Éva bűnös tette teljesen ellenkezett. De a Teremtő végtelen irgalmából nem maradt kijavíthatatlan, mert szinte azonnal a bűn elkövetése után a mennyei Atya ígéretet tesz a bűn szerzőjének. Majd ha befejezték a cukros zacskónak a piszkálását, akkor folytatom. Szóval a mennyei Atya ígéretet tesz a bűn szerzőjének: ellenkezést vetek közéd és az asszony közé, a te ivadékod és az ő ivadéka közé. Ő széttiporja fejedet. És ennek a jól előre megígért sátán tiprásnak a kezdetét jelzik Szent Gábor főangyalnak a szavai: Ave gratia plena, üdvözl légy, malasztal teljes. És a hittudomány ki is aknázza ezt a köszöntést, amikor kijelenti Éva nevének a megfordítása, az angyal köszöntő szava, vagyis az Évából Áve lesz. Éva bűne Máriában kiengesztelődik, s ahogyan Éva elutasította az Isten akaratát, úgy a boldogságos szűz ennek az ellenkezőjét tette, kifejezte teljes készségét a mennyei Atyával szemben: legyen nekem a te igéd szerint. És ezzel fogadja az Úr Jézust a méhében. Domjáni Szent Péter azt mondja: mindez azért történt, mert Mária Ádámtól örökölte a testét, de nem öltötte magára Ádám bűnét. A Szent Szűz méhe 9 hónapon keresztül szolgált a mennyei király lakásának. Ő így szolgált az Isten fölségének dicsőségére. Isten fiának végtelen méltósága megkövetelte, hogy Mária makulátlan legyen élete első pillanatától kezdve. Ezáltal az Isten fiának, Krisztusnak megszülése által alkalmas arra a boldogságos szűz, hogy a bűnösöket kézen fogja és elmenekítse a kárhozat elől. Még Krisztus előtt 600-ban, tehát igen régen, Athénban egy csirkefogó és néhány bűntársa, amíg a polgárok többsége
távol volt az olimpiai játékokon, addig megszegve az olimpia törvényét, amely békét és fegyvernyugvást írt elő erre az időre, megszállta az aténi fellegvárat, az Akropoliszt, hogy majd onnan tartsa markában a várost. Azonban a vének tanácsának a tagjai és azok az emberek, akik nem utaztak el az olimpiára, azonnal ostrom alá vették ezt a társaságot, és elég hamar ki is éheztették őket. Így ők elvonulást kértek, és hogy megmeneküljenek a biztos haláltól, Pallas Athéné szobrához egy hosszú zsineget kötöttek, hiszen a görög törvények szerint, aki megérinti az istennő szobrát, és bűnös, az azonnal megmenekül. Így Pallas Athénétől ez a zsinór vezetett le egészen a város központjáig. Azonban egy óvatlan pillanatban elszakadt a zsinór, nem volt már, ami összekösse őket a mentésnek a szobrával, a menekülésnek a szobrával, ezért a város polgárai a rablókat könyörtelenül levágták. Levágták őket, mert elszakadt az a kötél, amely a menekülésüket biztosította volna. És amíg a bűnös emberek a szeplőtelen szűznél keresünk menedéket, és az Üdvözlégy Mária gyakori elmondása által, mint egy fonállal kötjük magunkat a nagy boldog asszonyhoz, addig az Úristen is nyitva tartja számunkra a menekülés útját. Szeplőtelen szűz tisztelete pedig minden körülmények között Isten fölségének dicsőségére szolgál, ez pedig teljesen megegyezik Isten akaratával. És ezt tesdje ki számunkra a bűn nélkül fogantatott szeplőtelen szűz, akihez mindenkor bizalommal fordulunk. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az atyától született az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától, és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk, inkvizícióra feszítették, hínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra feltámadott az írások szerint, felment a mennybe, ott ül az atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szent Lélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a próféták szavával, hiszek az egy szent, katolikus és apostoli anya szent egyházban. Vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak feltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. A szeplőtelenül fogantatott szűz ünnepén könyörögjünk a mindenható Istenhez. Istenünk, aki Szűz Máriát kivetted az áteredő bűn törvénye alól, őrizd meg egyházadban az igaz tanítást és a bűntelen életet. Menj el, Atyád, legkedvesebb leányod közbenjárására,
hoz békességet a világnak. Kérünk téged, hallass meg minket. Urunk, taníts, hogy mindennél többre becsüljük kegyelmedet és a tiszta életet. Kérünk téged, hallass meg minket. A szeplőtelenül fogantatott szűz legyen betegeink gyógyítója. Kérünk téged, hallass meg minket. Boldogságos szűz közben járására add a szükséges kegyelmeket Balázs, élő Balázsnak és Grétának, akikért a Szent Misét felajánljuk. Kérünk téged, hallass meg minket. Mindenhol úrunk kegyelmedből a Szent Szűz szeplőtelen fogantatásában megjelent a földön a bűntelen ember, ott, hogy példája nyomán és közben járása által elkerüljük a bűnt, akiket a keresztségben újjáalkottál Krisztus, a mi Urunk által. Imádkozzatok, testvérek, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára. Urunk, Istenünk, fogadj jóságosan és fordítsd üdvösségünkre az áldozati adományt, melyet a boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatás ünnepén neked bemutatunk. Hittel valljuk, hogy kegyelmed eleve megóvta őt minden bűntől, s kérünk, adj közben járására, vétkeinktől szabadulást nekünk, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. Istenem. Emeljük fel szívünket. Felemeljük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös. Hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Te megőrizted a boldogságos Szűz Máriát az áteredő bűn minden szennyétől, és kegyelmed teljességével méltóvá tetted arra, hogy ő legyen fiad édesanyja. Így megjelent benne az eljövendő Egyház Krisztus szépséges jegyese, melyen sem ránc, sem szeplő nincs. E tiszta szűz hivatása volt, hogy világra hozza a fiút, az ártatlan bárányt, aki elveszi a világ bűneit. Te Máriát adtad népednek, hogy mindenkinél hathatósabban pártfogoljon minket, és ő legyen az élet szentség példaképe. Ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a szentek kórusához társulunk, dicsőítünk téged és szüntelen mondjuk. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura Istene, dicsőséget betölti a mennyet és a földet, hozsanna a magasságban, áldott aki jön az Úr nevében, hozsanna a magasságban. Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad a mi Urunk Jézus Krisztus által a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük.
Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott. Megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindjárt, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy. Kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott. Majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindjárt, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Hálát hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föl támadásodat, amíg el nem jött. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, felment a mennybe. És második eljövetelét várva hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert fel benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Ott, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal. Elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal, a dicsőséges vértanúkkal, remete szent Pál atyánkkal és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben, földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Ferenc pápánkat, Péter püspökünket, Arnold generálisunkat, püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vonj magadhoz irgalmasson a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogad be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben. Velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk Krisztus Urunk által, mert által árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön, örökké. Amen. Üdvözítünk parancsára és Isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, hogy kegyessen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítőnknek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondtad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, kijössz és uralkodol mindörökkön, örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a lelkeddel. Engesztelődjenek ki szívből egymással. Lelkünk
legyen békesség köztünk mindenkor. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, hogy nekünk békét. Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékom vagy jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Dicső dolgokat mondanak rólad, Szűz Mária, mert tőled született Krisztus, a mi Istenünk, az igazság napja. Mindenki fertőtleníti a kezét.
Könyörögjünk. Urunk Istenünk, gyógyítsa bennünk a magunkhoz vett szentség ereje az áteredő bűn sebeit, miután ettől a bűntől Szűz Máriát a szeplőtelen fogantatás kiváltsága által már eleve megóvtad, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És Istenem, áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak. Istennek legyen hála.